Polgármesteri fogadóra megválasztott válaszol, dühöngővel kezdjük a beszélgetést, egész pontosan a Lavotta utcai dühöngővel, ugyanis megújul. Miről van szó? A tavaly augusztusi viharban jelentősen megrongálódott ez a szabadtéri futballpálya dühöngő, ahogyan mi neveztük korábban ez gyermekkoromban. A dühöngő mellett álló fák kidőltek, vagy jelentős részük kidőlt, és oly mértékben sérült nem csak a kerítés, hanem a betonburkolat, aszfaltburkolat is, hogy mindenképpen az újjáépítés, új megépítése mellett kellett döntenünk. Természetesen egy-egy ilyen újépítés az együtt jár egy csomó problémával. A pálya elhelyezését vizsgálva kiderült, hogy ott gázvezeték fölött feküdt az eddigi pálya, hogy ez hogyan történt az elmúlt évtizedekben, ma már nem tudjuk utolérni, viszont a gázművek ragaszkodott ahhoz, hogy a megfelelő védőtávolság kerüljön kialakításra, így további fákat is ki kellett vágni a területen, de tudni kell, hogy ezek közül egy beteg volt, a többi fa pedig bár korosabb növények voltak, de mind hasonló állapotban, mint az elmúlt évi vihar során kidőlt fák, elhajló, görbe, rosszul fejlődő egyedek, amit el fogunk ültetni 42 fát a városban, az mindenképpen pótolja mindezt, sőt messze túlmutat az eddigi fák által nyújtott minden pluszom. És hát ugye különös tekintetbe kell venni ilyenkor az élővilágnak azt a részét, amelynek szárnyai vannak. Ez hogy működik? Nem csak szárnyak, hanem lehetnek lábak is, hiszen egy olyan időszakban vagyunk, amikor a védett madarak, egyéb állatok, akik élőhelyhez juthatnak a fák lombozatában, vagy akár az aljnövényzetében fokozottan védettek áprilistól augusztusig. Minden ilyen beavatkozás során komoly vizsgálatot végzünk, akár drónokkal, légifelvételek készítésével, vagy emelőkosaras autókkal vizsgálják, a kollégáim fényképezik végig a fákat, ha nem tudják egyértelműen eldönteni, hogy egy madárfészek védett madárfészke vagy nem, akkor szakértői segítséget hívunk. Ez minden esetben így történik egy beavatkozás előtt, legyen ez a cserje csoportok rendezése, vagy fákvágása. Viszont arról lemondani nagyon nehéz lenne, hogy ebben az időszakban tavasztól őszig ne foglalkozzunk a kerület több tízezer fájával. Polgármester úr, nemrégiben a közterület felügyelet, amely ugye az önkormányzathoz tartozik, a rendőrség és a polgárőrség egy közös akcióval több kőbányai helyszínen végzett egy olyan ellenőrzést, ami arról szólt, hogy rendben vannak-e ott a dolgok, nincsenek-e rendbontók arrafelé, és azt érzékeltük, hogy a mi erről készített anyagunk iránt az érdeklődés az átlagosnál sokkal magasabb volt. A közösségi platformokon is megjelent ugye ennek egy változata, és miközben nem volt semmi kirívó esemény, de maga a téma az úgy tűnik, hogy hatalmas érdeklődést generált. Ez minek köszönhető? Óriási az igény a rend iránt, nem csak Kőbányán, mindenhol, és van két kritikus olyan területünk. Az egyik a Körösi sétány és környezete, ebbe beleértve az Állomás utcától egészen a Körösi Csoma Sándor útig, a másik pedig az Újhegyi sétány környezete, ahol nagy számban fordulnak elő olyan renitens emberek, és nem mondom azt, hogy csak hajléktalan sorban élők, de jelentős számban azért ők okozzák a problémát, akik a kerület 22 hajléktalanlátó intézményében valamilyen módon kapnak ellátást, akár nappali, akár éjszakai ellátást, majd a nap további részét a sétányokon töltik, és ott komoly problémát, zavart okoznak, közszemérem, köztisztaság elleni szabálysértések tömegét valósítják meg, alkoholt fogyasztanak, a ruházatuk sokakban visszatetszés kell, tehát ez nem jó így, ugyanakkor azt is látni kell, hogy Kőbánya óriási terhet visz, fővárosi önkormányzati feladat mindez, hajléktalan ellátás, de ebből nagyon nagy terhet viszünk, és gyakorlatilag nem látunk semmilyen segítséget, vagy olyan beavatkozást, amely hajléktalan sorból a kiutat mutatná. Rendészeti eszközökkel ezt nagyon nehéz kezelni, hiszen ezek az emberek számos esetben utolérhetetlenek, nem büntethetőek, vagy ha nagy nehezen eljut odáig egy-egy cselekmény után az igazságszolgáltatás, hogy valamilyen elzárásra kerül sor, pénzbüntetésre, ezek nehezen végrehajthatóak. Gyakorlatilag
külön életet élnek, társadalmi életet a közterületeken ezek az emberek. Joggal várják el a kőbányiak, hogy ezzel ellen tegyünk valamit. Ezek az alkalmi akciót segítenek. Már ezekben a hetekben elindult egy folyamatos takarítás, tisztítás a területeknek, fertőtlenítés. A felügyelők rendre igyekeznek föllépni, elkopozni az alkoholt, ha találnak ilyen esetet. Tehát minden erőnkkel küzdünk, de egyfajta szélmalomharc, és sokan ebből ítélnek egyébként Kőbányán, ebből a két területből, vagy akár azokból a rendezetlen villamos megállókból, ami a Liget téren is fogadja az utazókat, miközben Kőbánya egészen teljesen más arcot és képet mutat rendezettségben, tisztaságban, élhetőségben. Amit egyébként ugye nagyon sok felé respektálnak és különböző díjakkal ismernek el, mostanában is volt ebből. Volt, kaptunk díjat, most nem tudom melyikre gondolt, de most kaptuk a kerékpáros barát település díjat, előtte a klímabarát település díjat, tehát az önkormányzat tevékenységét, vagy akár a HIL díjjal, ami egy nagyon átfogó értékelés jelent a város fejlődéséről, működéséről, élhetőségéről megkapta Kőbánya, tehát ezek mind visszaigazolják azt, hogy jó úton járunk. Ugyanakkor vannak olyan kritikus problémák, ilyen például a hajléktalanság kérdésének kezelése, ebből adódó devianciák, vagy ilyenek például a fővárosi utak állapotának kérdése. Maglódi, Kozma, Gyakorló, Sibrik, mind-mind fővárosi tulajdonú fenntartású kezelési út. Mi a saját 1,1 millió négyzetméterünkért felelünk, ott végezzük is a dolgunkat. Ugye korábbi beszélgetésekből, meg hát polgármester úr tevékenységéből világos, hogy környezetbarát és aggódik a klímáért. Na most ezért gondoltam azt, hogy megkérdezem, hát ha eszébe jutott valami annak kapcsán, hogy ugye megjelent a hír, hogy ez az esztendő minden hónapja eddig még rekordmelegeket hozott. Könnyen lehet, hogy így lesz eztán is. Lehet ezzel valamit kezdeni kerületi szinten? Nagyon nehéz, hiszen egy általános felmelegedési szakaszban vagyunk, ehhez nyilván az emberi tevékenység is hozzájárul, és biztos, hogy felmelegedési szakaszban leszünk még a következő pár évtizedben az előrejelzések szerint. Ez a klímaváltozás, az éghajlat változása nagy terhet ró ránk, nem csak az emberi szervezetre, hanem a környezet fenntarthatóságára is, hiszen korábban elültetett fák, amiről már azt gondoltuk, hogy megeredtek, már nem tavaly ültettük, tavaly előtt, hanem régebben kiszáradnak, nem csak az önkormányzat által ültetett fák, hanem nagyon szép fővárosi fasorok is most bajba kerülnek. Öntözni kell, ez ugye egy megoldás lehet, de látjuk, hogy ez nem elégséges, meg kell fognunk helyben a csapadékvizet, és olyan növényeket kell telepítenünk, amelyek bírják a szárazabb időszakokat, illetve gondolni kell arra, hogy mint több olyan vizes pont, párásító pont jelenjen meg a városban, ami a betonrengetekben is kicsit klimatizál. Ezt mi is tanuljuk, és gyűjtjük a nemzetközi tapasztalatokat, jó példákat, és igyekszünk ezeket bevezetni, akár ivókutak telepítésével, akár további párásítók elhelyezésével, vagy a lebetonozott utcák helyett, például a Vásár utcában készítjük a terveket egy egészséges utca programban, ahol szeretnénk több mint 2 milliárd forintot pályázat útján elnyerni, hogy a Vásárló utcát ne csak a burkolatában, parkolóhelyének rendezettségében, hanem élhetőségében is meg tudjuk újítani. És ugye megjelennek olyan új elemek is, nemrég jártunk az Óhegy Parkban a készülő délutcai térségben készülő vadonatúj játszótér komplexum házatáján. Ma már természetes, hogy napernyőket, napvitorlákat helyeznek ki ezekre a helyekre, már a tervezők figyelembe veszik, szóval mindenképpen új jelenségekkel kell reagálni, és talán lehet is. Igen, ez is egy új eszköz, és sokan kérik, bár ennél a természetes fákat, a árnyékolás, lombozat az sokkal többet ér, de látjuk azt is, hogy szükség van ezekre az eszközökre, de például itt
itt is megjelennek már olyan párásító gömbök, vizes elemek majd a játszótéren, vagy akár olyan vizes kapuk, párásító kapuk a pergolák alatt, amelyek a nyári nagy melegben majd hűsítik egy kicsit a környezetet. Végezetül pedig egy édesebb téma, mert láttam, hogy megint meghirdették a süti bajnokságot a szépkorúak számára. Mire számít? Sok résztvevőre, finom süteményekre népszerű ez a programunk. Egyáltalán az idősek számára szervezett szinte minden programunk népszerű, de ez különösen izgalmas, hiszen a hölgyek szívesen sütnek, az urak szívesen kóstolnak, és ebből egy nagyon jó kis közösségi együttlét formálódott az elmúlt időszakban is. Köszönjük szépen, jövő máskor is. Köszönöm szépen.